Halló, halló! Itt vagy? Halló! Jó reggelt kívánok! Most csak így ketten, mert hogy nincs fifika. Gomb. Fifika a medvék országában ragad. Nem, most beszéltem vele telefonon, azt mondja, hogy már Medvelendből eljött, csak még van valami ügyintézni való házon belül, úgyhogy ezért nem tud részt venni ma a mai szeánszon, de hát a hallgatók az elsők, és már még egy nap csúszás nem tudtunk sajnos betervezni, úgyhogy ez úgyis inkább a te dicsfényed polírozásáról szól a mai adás, úgyhogy rövid is lesz. Tényleg most, ahogy említettük, csak a TPD-vel fogunk foglalkozni, és ami a legutolsó nagy infócunami óta változott, vagy előtérbe került. Na de előtte kérdezem, mi volt veled, fogorvos? Megvolt. Én is hallod, én már ki vagyok készülve. Aj, hallod. Én túl vagyok félúton. Na, hát én is. Felső hatos is rendben. Aha. Na hát nekem úgy gondolkoztam, hogy amit most koronát kaptam, amögött van egy lukas fog, vagy a jobb oldalon van még egy amalgám tömés, amit cserélni kéne, de aztán mondtam neki, hogy inkább azt a lyukas fogat, mert nekem az úgy nem tetszik. Valami ott nem jó. Megfurkálta, és nem hiszed el, hogy semmi gyökérkezelés, semmi anyám kínja, csak tudod, mikor a fogad köré rárakja azt a ilyen drótlemez, és azt egy csavarral így szétfeszíti. Ezt a szorító izé. Oh, fú, de ott nem volt szar, mikor hazajöttem, és kiment a fájdalomcsillapító, és így nem tudtam így jobbra-balra mozgatni az alsó állkapcsomat, pedig hát ez a felső volt. Hú, rengeteg érzéstelenítőt kaptam. Szájzár, vagy hát... szájzárat kaptál, vagy bezsibbadtál ennyi? Hát a szájzár jelenti azt, hogy nem tudod kinyitni a szádat? A szájzár az, amikor begörcsöl az állkapcsolt mozgatóidon. Hát úgy volt szerintem. Aztán mondta, hogy ha valószínű azért, mert hogy sokáig tartottam nyitva, meg ő is feszítette ott rendesen, de hát ez csak egy rohadt tömés volt, és mégis tényleg még 3 nap után is érzem a helyét. Ott csak egy ilyen laza óra tudtam kinyitni a számat, most már azért jobb. Hát tudsz folyamatosan beszélni, az azért nem hátrány. Ja, hát még jövő héten lesz ez az amalgám, aztán utána már csak ilyen kis rekonstrukciós szépség dolgok, hogy polírozás, meg fogkő, meg anyámkínje, és már nézegetem a fogszabályzó árakat, és hogy milyen költségekkel lehet számolni. Brace yourself. Ó, nagyon durva. No. Hát... Hallod, tudod, mint amit az iskolában láttál a gyerekeken kívülről. Az ott indul, hogy kedvezményesen ilyen 180-230 kívül. Jézusom. Ja, várjál, per ív. Tehát per alsó, vagy per felső. És a belső, ami kívülről nem látszik, az meg ilyen 300 fölöttől kezdődik. Darabja. Egészen elképesztő. És akkor tényleg az már ez a havonta egyszer elmenni, tudod állítgatni a csavarokon, az már ilyen bagatel 8-10 ezer forint ehhez képest. Nagyon durva. Nekünk van egy barátunk, illetve hát egy barátosnénk, kedves barátunk felesége, akivel az a brutálisan furcsa esett meg, hogy senkinek nem tűnt föl, hogy nem estek ki a tejfogai. 30-valahány évesen elment a fogorvoshoz, és a fogorvos így nézi, hogy milyen fogak ezek? Miért vannak magának tejfogai? Nem estek ki a tejfogai, nem kezdtek el nőni a csontfogai, és itt volt 30-valahány évesen, és ilyen 5 éves korodbeli állapotban volt a szája. Nekem közelebbi... Bocsánat, igen? Ja, mondjad. Nekem közelebbi a példa, hugom volt ugyanígy. Hiányzott az összes végleges fogából a gyökér, és megcsinálták a röntgent, ott volt az összes jó. Benne az fog ágyába, vagy ínyébe, vagy hogy mondjam, és fölötte. Az összes tejfog kihúz, protézis. Hát az sem leányálom. Te durva. Na, hát a lányzó egy fokkal jobban járt, mert neki is kihúzgálták a tejfogait, és aztán már nem emlékszem hogyan, de elkezdték stimulálni a csontfoggyököket, hogy kezdjenek el nőni. És el is kezdtek szerencsétlenek nőni, de hát szolid 20 pár év lemaradásban vannak, úgyhogy így húzzák, tolják, jobbról-balról, szegényt kompletten befogszabályozták, de nem csak az, ami így irányba próbálja terelni, hanem így húzza is, egészen elképesztő, úgyhogy rettenetesen szenved szegénykém. Ha jól emlékszem, 4 évente jár haza korrigáltatni a holmét, és hát egy iszonyatos tortúra. El is hiszem. Ezen kuncogtunk Ingával a minap, hogy mennyire figyelmes az a szülő, akinek nem tűnik föl. Figyelj már, körülötted mindenkinek kihullottak a tejfogai, nem? Nincs valami probléma vele, lányom. Igen. Hát, kemény. Na és egyébként mi történt még? Ezt most így hirtelen nem tudom. De majd menet közben biztos eszembe jut. Ez azt jelenti, hogy sok minden nem történt. Nekem, képzeld el, nagy örömömre megjött az új modom. Nem tudom, láttad-e? Nem, még nem. Milyen modod jött? Egy full stabilizált fa boxmod, egy DNA 40-es panellal, és... Jaj, az, amiről tettél ki képet, hogy miről legyen hamarabb teszt? Igen, az a piros. Az elég milyen, szép. Milyen szín? Piros. Na. Úgyhogy Olaszországból jött, és nagyon örültem neki. Podcast, az árakról nem beszélünk, mert urak vagyunk. Úgyhogy ennyi volt a héten, de tényleg azóta csak ezt szívom itthon, de nem merem kivinni a lakásból. Úgyhogy maximum Andor, ha meg akarja nézni, akkor átjön. Vagy nem. Majd zarándokolni fognak az emberek hozzád, hogy megtekinthessék, és meg nem tapogathassák. Hát azt ne durvulják, Kriszti. A vitrin üvege mögött megnézhessék. Igen. És ott is tudod, az oxigén kiszívva, hogy nehogy kikezdje a fát. Hát igen, szabályozott fény, minden páratartalom, amit akarsz. Fölötte Kádár János freskója. Nem. Jó, figyelj, kezdjünk bele a tematikusba, vagy előtte még ezeket a kis érdekeseket pörgessük le? Belekukkantanék az érdekesek közé, mert szerintem én le vagyok maradva egy picit, de úgy nagyjából kezdhetjük. Jó, akkor amíg meghegezted az 1-2-t, addig én mondom a 3-at, mert én nem akarom elhinni, vagy nem tudom, hogy esetleg ez nem a Villanypára Egyesület fizetett MTI anyagából vette át az Origo? Kérdem én. Én nem tudom, de engem is megdöbbentett a cikk. Mert hogy leírták az Origón, hogy az elektromos cigaretta esetén nem fenyeget a passzív dohányzás. Mindenki kapaszkodjon meg, vagy a mellette ülőbe, vagy a karfába, mert ezt az Origón olvastuk. Hogy egy új tanulmány szerint az e-cigaretta kilélegzésekor a levegőben levő, hát ők folyadékcseppeknek, nézzük el nekik, folyadékcseppeknek írják, másodpercek alatt eloszlanak, nem szennyezik mérhető mértékben a levegőt, ellentétben a hagyományos cigarettával. Mert hogy most volt Barcelonában a 4. munkahelyi és belső terek aeroszóljai nevű konferencia. Tehát ezt elképzelted? Ez egy ilyen konferencia. Munkahelyi és belső terek aeroszóljai. Na mindegy. Ott volt egy tanulmány, ott szerepelt egy tanulmány, és kimutatta, hogy az e-cigarettából beszívott, majd kilélegzett részecskék eltűnnek pillanatok alatt a levegőben, úgy, ahogy az előbb mondtam, azzal szemben, amit mondjuk egy hagyományos cigarettázó zárt térben tud művelni. És... Nem térek magamhoz. Azt mondják, hogy a környezet részecske szintje másodpercek alatt visszatért a háttérszintre, amit mióta megvan nekem az új időjárás modulom, ami részecske szintet is mér bent, azóta én... Igen, ppm-et mér. Azóta én ezt csak alá tudom támasztani. Nagyon jól lehet látni, hogy mikor elcigizek a szobában, és mikor nem. Fölmegy, lemegy, fölmegy, lemegy a tüske. És ugye kijelentették azt is, hogy a passzív dohányzókat nem veszélyezteti. Hát, illetve én úgy fogalmaznék, hogy a passzív e-cigarettázókat, hát már megint ne keverjük össze a dolgokat, ők nem passzív dohányzók, akik mondjuk velünk egy légtérben vannak. És csak erre tudnak. Az a baj, hogy nem említik itt konkrétan az anyagot, és nem tudtam utána nézni, hogy mert ez olyan bazári, hogy amelyek rendkívül gyorsan eltűnnek. Hát igen, ilyen Flash Gordon is, de ő se káros a tüdőre, na. Ami nem tetszett, hát bocsánat, igen? Hogy milyen gyorsan tűnnek el, ha emlékszel egy másik hasonló kísérletre, amit ugye a nefiék az elektromos cigaretta ellen sikerült felvonultatniuk, de valójában arról szólt a kisméretű részecskék a zárt helyiség levegőjében című felmérés, hogy a dohányfüst az ilyen 400 és 700-as mérőszám közé emelte ezt a részecske számot, és órákon keresztül konstans maradt, míg a normál szobalevegő az 8 és 11, az közvetlen e-cigaretta használ után meg 9 és 12 között volt ez a szám, és 10 perc múlva visszacsökkent a normális állapotra. Úgyhogy igen, abból a szempontból is lehetett már látni, hogy itt egészen másképp működik ez a pára. Ugye azt is leírták ebben a kutatásban, hogy alapvetően különbözik az e-cigarettából származó kilélegzett részecske attól, amit egy hagyományos cigarettaszívásakor juttatunk a levegőbe, mert hogy utóbbiaknál már rég kimutatták, hogy hosszú ideig lebegnek a levegőben, ezzel szemben az e-cigaretták használata után nem mutattak ki semmilyen részecske felhalmozódást a szobában. És ugye azt mondják, hogy gyönyörű és idézet, tehát nem a légből kapták, ezek a kiindulási adatok alátámasztják az Angol Népegészségügyi Intézet, a Brit Rákkutatóintézet és több más szakintézet véleményét, mely szerint valószínűtlen, hogy a belső terekben való e-cigarettázás bármilyen levegőminőségi problémát jelentene a kívülállók és a nem e-cigarettázók számára. Ugyanakkor az így, tehát egy finom fricska a végén, hogy már mikor kezdtem megörülni, akkor leírták, hogy noha a vizsgálat 3 független kutatóintézet együttműködésével készült, ugye ez volt a litván, a svájci szövetségi, illetve a svájci szövetségi műszaki intézet. Figyelembe kell venni, hogy a vizsgálatokat az egyik legnagyobb elektromos cigarettákat és kellékeket gyártó cég, a Fountain Ventures finanszírozta. Igen, és? És? Hát őket érdekli. Valakinek finanszírozni kell ezeket a kutatásokat, ha már a közegészségügyi intézmények akkor se hajlandóak vizsgálni a kérdést, hogyha vasrúddal ütik a fejüket. Nem a mi dolgunk. Hát ez nem arról volt itt szó, hogy azt mondja, hogy most kapsz a vizsgálatra x 100 000 dollárt, és azt vizsgáld, ahogy én mondom, és azt hoz ki, amit én akarok látni, hanem odatolták a pénzt, és azt mondták, hogy vizsgáljátok meg. És itt volt a vége a mondatnak. Emlékszel te, vagy láttad te azt a levélváltást, amit a Jékei András publikált a Demjénnel, amit 2013-ban levelezett? Nem. Gyönyörű volt, ez valamelyik adásban már hivatkoztam erre. Rendkívül jó párbeszéd, András kérdezi a Demjént, hogy ugyan miért van az, hogy ők semmit nem tudnak az elektromos cigarettáról, amikor világszerte itt van ez a rengeteg kutatás, és hogy képesek továbbra sem tudni ezekről semmit, miért nem folytatnak vizsgálatokat. Demjén saját kezűleg leírta, ő úgy gondolja, hogy ez nem az ő dolguk, tehát nem a magyar közegészségügy, nem a dohányzásról való leszoktatással és stb. Ilyesmivel foglalkozó intézmények dolga, hogy felmérje az elektromos cigaretták pozitív vagy negatív hatásait, szerinte, és azt tényleg leírta, szerinte ez a forgalmazók és a gyártók feladata lenne. Mi történik, ha a forgalmazók és a gyártók fölvállalják ezt a feladatot, finanszíroznak egy kutatást, azonnal elkezdenek köpködni. Ezt a gyártók, forgalmazók finanszírozták, ennek nem hihetünk. Van rajta sapka, vagy nincs? Álságos disznok. Igen. Mindegy, az utolsó bekezdés leszámítva, jó kis cikk, és a magyar, meg úgy egyébként az ember is van annyira lusta, hogy elolvassa az első egy-két bekezdést, és abból vonja le a konklúziót, vagy csak a címből, mert már nem kattintja meg a magát a tartalmat, és abban ezt fogja csak látni, hogy az elektromos cigaretta esetén nem fenyeget a passzív dohányzás. Köszönjük szépen! Hát köszi, Origó, baromira ideje volt, hogy végre valaki olyan információkat vegyen át és közöljön le, ami a másik oldalt is képviseli. Amellett valahol ez olyan fura nekem, tudod, hogy egyik hónapban ezt közöljük le, másik hónapban azt közöljük le, ugyanazon a portálon, talán még ugyanaz a szerkesztő is. Igen, ez mondjuk egy kicsit visszás, de azért üdítő egy más szalagcímet látni az úttal, nem az, hogy sötétből ugrik rád és erőszakol meg az elektromos cigaretta. És illetve tudni azt, vagy úgy mondom, tudva tudni azt, hogy a végén nem volt ott sem X, sem azt, hogy ezt a dohányzás fókuszpont fizetett hirdetéseként olvashattuk. Tehát ez egy független anyag. Na, menjünk tovább szerintem. Van egy Vive la France. Vive la France. Az angolok után kinyílt a franciák szeme is, és ez így kifejezetten, ha már a TPD-vel foglalkozunk, akkor TPD témában. Szia, Gita! Kinga hazaért. TPD témába is vág a dolog tehát. A napokban összedugták a fejüket Franciaországban, és hogy is van ez? Egy kétnapos mini konferenciát tartottak a francia egészségügyi minisztérium épületében, ahol olyan szervezetek vettek részt, mint a Francia Addiktológiai Szövetség, a szervezetek közötti küldetés, a drogok és függőségek elleni harcért, és hasonló ilyen nagyon bonyolult nevű, de alapvetően addikcióval és leszoktatással foglalkozó szervezet vett részt, és meghányták, vetették a tudomány jelenlegi álláspontjait, és állást foglaltak az elektromos cigarettával kapcsolatban, és olyan megállapításokat sikerült tenniük, miszerint az elektromos cigaretta használók nem elhanyagolható mennyisége nagyságrendekkel csökkentette sikerrel a dohányzás egészségkárosító hatásait. Azért hangzik ilyen rohadt magyartalanul, mert élőben nem volt időm rendesen fölkészülni, és így igen, csípőből fordítom a dolgokat. Ezen kívül kijelentették azt is, hogy felismerik, hogy az elektromos cigaretta egy remek kiegészítő termék a kockázatcsökkentés terén, és a felhasználói nagy részének segít abban, hogy csökkenthessék az egészségükre leselkedő dohányzás miatt az egészségükre leselkedő veszélyeket. Ezen kívül foglalkoztak a TPD-vel és a TPD bejelentési kötelezettségeivel és egyéb korlátozásaival, és azt állapították meg, hogy nagyon kártékony lehet az elektromos cigarettára a TPD maga. Egyrészt furcsának találták azt is, hogy egy nem dohányterméket miért a dohánytermékek direktíváján belül akarnak szabályozni, de ezen ne akadjunk fönn, ez a furcsaságok legkisebbike. Olyan megállapításokat tesznek még, hogy súlyosan korlátozza a termékfejlesztést, előnyben részesíti a dohánygyárak által gyártott eldobható elektromos cigarettákat, és kizárólag ezek a hatalmas monstrumok, illetve a dohányipari cégek eléggé felkészültek arra, hogy a TPD által bevezetendő adminisztratív és üzleti és pénzbeli terheket viselni tudják. Ó, és itt az utolsó bekezdésben vannak még nagyon-nagyon gyönyörű dolgok. Ez egy bizottság volt, ami összeült, és ennek az elnöksége azt javasolja, hogy a közegészségügyi intézmények változtassanak az elektromos cigaretta megközelítését illetően. Azt kellene fölmérniük, a valós aktuális életbeli használat körülményeit kellene megismerni és felmérni, nem olyan termékekhez hasonlítgatni az elektromos cigarettát, amik alapvetően tök más platformon mozognak és tök más céllal forgalmazzák őket. És a megfelelő szabályozás úgy kellene kialakítani a nikotin mennyiséget, a hozzáférhetőséget és egyebeket illetően, ami figyelembe veszi a felhasználók tapasztalatait, a felhasználók igényeit, a meglévő elektromos cigaretta egyesületek, szövetségek és gittegyletek tapasztalatát, szintén ezekre tapasztalatára építve. Hát így. És röviden összefoglalva, akkor bocsánat most, hogy összeállt a fejemben a kép. Tehát a francia kis bizottság, aki 2 napig üléseztek, hogy meghányták és vessék, hogy mi is ez az elektromos cigaretta, és mi történik vele a TPD kapcsán, arra jutottak, hogy ez egy baromi jó eszköz lehet a dohányzás által okozott társadalomnak. Nem tudok beszélni, Charlie. Jó, tehát mondok én egy másik. Által igen? A társadalomra leselkedő brutális egészségügyi veszélyek csökkentését illetően, és hogy baromi rossz a TPD, agyatlanul lett megalkotva, és igenis figyelembe kéne venni a felhasználókat. És miközben ezt mondtad, előttem itt volt a dailycaller.com-nak a cikkje, ami ugyanez Pepitában és más földrészen. De majdnem ugyanez tényleg. Tehát ott ugyanerről hasonló dolgokról beszélgettek a T-ház képviselői, és ott is elfogadtak egy módosítást, hiszen úgy gondolják, hogy az e-cigaretta mint termék, mint produktum, az bődületesen sokkal kevésbé károsabb, mint a hagyományos cigaretta, és remek alternatívája a dohányzás visszaszorításáért tett intézkedéseknek. És nagyjából ugyanazt mondták el Pepitában, mint a franciák. Egyébként csak ott máshogy hívják a szervezeteket, ott van FDA, ott van Premarket Tobacco Application, de az elemzések, amik náluk tanulmányok, elemzések, igen, azok is ezt támasztották alá, bocsánat, csak én is élőben olvasom ezt az oldalt, hogy szükség van arra, hogy valahogy szabályozzanak, viszont nem jelen formában, hiszen az elektromos cigaretta az hatalmas előrelépést tudna mutatni, tenni a dohányzás visszaszorításáért, és igen, itt van Debbie Wasserman Schulz, akit mindig nehéz eldönteni róluk, hogy férfi vagy nő, de maradjunk abban, hogy nő, és demokrata képviselő, illetve a bizottságnak az elnöke. Azt mondta, hogy szembe menne azzal, amit az FDA mond, és nem tartják jó ötletnek, hogy egy kaptafára húzzanak rá minden szabályozást, tehát, hogy az e-cigarettát is a dohányterméknek tekintsék. És úgy néz ki, hogy a tagok többsége meg is értette, hogy miről szól ez az észrevétel, és támogatják az indítványt, illetve hát annak az eredeti indítványnak a módosítását, mert hogy folyamatosan változik a technológia, és ez tényleg életszerűen és kimutatható mértékben hozzá tud járulni a dohányzás csökkentéséhez. Mondta már Tony Abboud, a VTA, vagyis a Vapor Technology Association nemzeti, várjál, hogy mondjam ezt szép szóval? Medve vagy. Igen, ez a nemzeti jogszabályi igazgató, vagy nem is tudom már, hogy fogalmazzam. Azt mondja, hogy az elektromos cigaretta, a vaporizátorok, elektromos cigaretta termékek egészségesebb alternatívát nyújtanak, mint a cigaretta elszívása, tehát mint a dohányzás a felnőtt fogyasztók számára, és Cole és Bishop módosítása ma egy szükséges lépés volt annak érdekében, hogy ezek a termékek piacon maradjanak, és ezáltal életeket mentsenek. Mindemellett kijelentették, hogy örömükre szolgál, hogy elfogadta a ház ezt a törvénymódosítási javaslatot, ami megváltoztatja az FDA által hozott, hát nem is tudom, én ezt nem mondanám szabálynak, hanem az FDA-nak az agyszüleményeit, vagy ajánlásait, és emögé állt nekik a SFATA is, amit leginkább ez a füstmentes alternatív társulás, vagy én nem tudom, hogy tudnám ezt szépen magyarosítani. Ez a társaság egyébként továbbra is keményen dolgozik a színfalak mögött, ugyanúgy, mint mondjuk esetleg mi, csak mi jóval kisebb porszemek vagyunk. Na meg az is, igen. Tehát ők dolgoznak azon a háttérben, hogy mindez ne csak egy leírt mondat legyen a papíron, hanem ellenőrzik is, és bármikor azt tapasztalják, hogy mégsem ezek szerint, az irányelvek szerint halad tovább az egész szabályozás, akkor azt jelezni fogják a szenátus és a tisztelt ház felé is. Úgyhogy most a képviselőházon van a sor, és nem tudom egyébként, hogy mikor van náluk, hogy mondják ezt, ciklus, tehát hogy szavazás. Mert már ez járt a fejemben, hogy most nem kezdett el valaki azon gondolkozni, hogy úristen, hány szavazót veszthetünk ezzel. Nem tudom, hogy Amerikában ez hogy megy. Szerintem az mostanában lesz, mert ugye nem ott... Néztem elég House of Cards. Bár egyébként, hogyha House of Cards-ból indulok ki, akkor itt még a szélkakas fordulhat bármerre is. De minden esetre szerintem ez nagyon-nagyon üdvös, hogy itt a 23. óra után, egy perccel éjfél előtt észbe kapnak emberek, és felismerik jogalkotói közben, hogy az elektromos cigaretta valóban egy olyan elképesztő életmentő, egészségvédő potenciált képvisel, amit soha nem tudnak meg, hogy mit is jelenthetne a társadalom számára, meg a dohányzás visszaszorításának számára, hogyha csírájában folytják el a forgalmazásának és használatának lehetőségeit. Ez az, amit ugye az angolok még kvázi időben fölismertek, úgy néz ki, hogy most a franciáknál is kinyílt a csípa, az Egyesült Államokban is, hát nálunk nem. Hát, illetve remélem, hogy majd ezt is ilyen lázasan, gyorsan át fogják venni a hazai hírportálok is, amiket ott írogatnak, és végre egyszer nem a lángoló elektromos cigaretta, meg a zsebben felrobbanó hülyeségek lesznek terítéken, hanem ilyen cikkeket vesznek át, és aztán ezt is pörgetik egy darabig, de legalább ugyanaddig, mint az előző hülyeségeiket. Na, és akkor... megvan a kis színes blokk, akkor jöhet a TPD. Jöhet a TPD, így majdnem eszembe jutott még egy téma, amit közbe szúrtam volna, de igazából tökre TPD-be vág, úgyhogy nem tudunk olyan témát előhúzni, ami ne vágna témába. Ja, de szerintem akkor haladjunk ezen. Ismertesd a legújabb infókat TPD kapcsán, mert most már tényleg olyan rég beszéltünk róla, hogy most vagyunk az utolsó előtti pillanatban a hazai szabályozással kapcsolatban, és akkor ami változás adódott menet közben, akkor azt szépen keretbe lehetne foglalni. Tiéd a szó. Hát túl sok újdonsággal nem tudok számolni a témában. Én igazából egy ilyen összefoglalóval készültem, hogy mi is volt ez, hogy indult, hova lukadt ki, és mivé kezd fajulni. Oké. Okay. Hol kezdjem, Charlie? Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban. Egy messzi-messzi galaxisban. Tehát az nyilvánvaló volt már egy jó ideje, hogy az elektromos cigaretták szabályozására szükség van. Ezt ugye nagyjából mindannyiunk aláírja, hogy ez így van. Hogy mi módon és mennyire és milyen területei szabályozzák, az viszont már nagyon-nagyon nem mindegy. Most ugye az Európai Unióban jogharmonizációs kezdeményezések és célok vannak, úgyhogy adta magát, hogy EU szinten is elkezdenek foglalkozni az elektromos cigaretta kérdésével. Valamikor a hőskorban, így 2012 magasságában ütötte fel a fejét az a gondolat, hogy az elektromos cigarettát, mivel az emberek a dohányzás abbahagyása miatt használják, nemes egyszerűséggel minősítsék gyógyszertermékké a gyógyszertermékekre vonatkozó minden létező kritériummal és szabállyal. Ez ugye eléggé durván betette volna a kaput kompletten az e-cigarettának az EU-ban. Hál' Istennek sikerült néhány Európa parlamenti képviselőt meggyőzni, akik megakasztották a kerekét ennek a szavazásnak, és amikor ez végül az Európa Parlament elé került, akkor a gyógyszerszabályozást kerekperec kompletten leszavazták. Visszakerült az Európai Bizottság MV szekciójának az asztala elé a dolog, és neki futottak még egyszer. Ebből lett az Európai Dohánytermék Direktíva alá bevont, a 20-as cikkeként elhíresült elektromos cigaretta szabályozás. Na most itt volt még egy érdekes dolog, nevezetesen kitalálták, hogy hogyan legyen az elektromos cigaretta szabályozva, ez már átment az Európa Parlamente, majd ezt követően jött a háromoldali egyeztetés, az Európai Bizottság, az Európa Parlament képviselői és a miniszterek tanácsa, az európai egészségügyi miniszterek brancsa, akik vittek egy marék ötletet, hogy ezt tegyük még bele, azt is tegyük bele. És ezt követően a végleges verziója a szabályozásnak kvázi köszönő viszonyban nem volt már azzal, mint amit az Európa Parlament megszavazott, de valami érthetetlen okból kifolyólag ezt egy normális procedúra az EU szerint. Ennek köszönhetjük igazándiból a TPD-t, az Európai Dohánytermék Direktívának 20-as cikkejét és azon formáját, ami most Európa szerte jogharmonizáció keretében beépítésre kerül. Merre tovább? Kérdezz, Charlie, van valami ötleted, mert hogy ezzel így napokat lehet beszélni megállás nélkül? Szerintem inkább azt kéne kihangsúlyozni, hogy a most per pillanat mi az, ami a TPD bevezetésével kérdőjelessé vált, illetve változott az eddigiekhez képest. Hát a napokban jött ki, ugye úgy oldották meg a szabályozást, hogy néhány kérdés nyitva hagyott. Nyitva hagyta például az utántöltők és a kazánok utántöltési mechanizmusaira vonatkozó kritériumokat, mondván, hogy ezt majd egy független gárda fogja kidolgozni, és akkor publikálják. Na most ez a napokban megtörtént, és baromi érdekes, hogy mit sikerült kitalálniuk. Te ezzel találkoztál, Charlie, gondolom. Ja, persze, hogy találkoztál vele. Az utántöltőkre vonatkozó kritériumokra azt találták ki most, hogy egyrészt, próbálok pontosan visszaemlékezni, vagy csőrrel lehet csak tölteni a kazánt, ami percenként 20 cseppet hajlandó magán átengedni. Várjál, ott megvan még a csőrnek a hossza is. 9 mm? 9 mm, azt hiszem, és hogy igen, ezt, amit az előbb is mondtál, hogy 20 fokon normál légköri nyomás mellett? Igen. Nagyon tudományos, nagyon tudományos. Rendkívül tudományos. Percenként 20 cseppet áteresztve egy fél napig fogod tölteni a kazánjaidat. Hát azért azt nem gondolnám egyébként, mert igen, hogyha fejjel lefele rakod, szerintem ez a percenként 20 csepp arra vonatkozik egyébként, hogy ugye a folyás biztosság, hogy mit tudom is én, 20 fokon normál légkörű nyomás, valami konzolba belerakják, és az maximum 20 cseppet ereszthet, de hogyha te azt kézben fogod, és ugye ez már nem lehet üveg, törésbiztosnak kell lennie, akkor ugyanúgy össze fogod tudni nyomni, mint bármelyik bocsánat, plastik üveget. Na, már megint plastik üveg. Nem, szóval plastik flakont, és akkor tudod belenyomni szerintem ezerrel. Ugyanúgy... Szerintem, és itt van a TPD-nek az egyik óriási problémája. Szerintem nem erre gondoltak, hanem ezek konkrétan arra gondoltak, hogy ez tényleg percenként maximum 20 cseppet engedjen át, ha törik, ha szakad. Megvan a piaci rés, Krisztián. Nyomkodhasd. Megvan a piaci rés. A másik kritérium pedig len, amit írtak a kazánokról és az utántöltökről, hogy kizárólag akkor indul meg a folyadék áramlás, hogyha érintkezik a kazán és az utántöltő csatlakozó szekciója. Tehát ez így mondjuk kompletten leradírozza a drip kazánokat a palettáról. De ha már így fölvetődött a dolog, hogy ez az elképesztő probléma a TPD-vel, és nem ez az egyetlen ilyen kérdés, ahol annyira tágan, homályosan, nem explicit módon fogalmaz, hogy alapvetően egy szabályozást, ami egységes európai szabályozást szeretne létrehozni, kvázi egy olyan zagyva szart sikerült kiadni a kezük alól, és ezzel a kiegészítő határozatokkal csak még zagyvább és kuszább az egész, hogy konkrétan hasraütésszerű értelmezés kérdése, hogy ki mit ért alatt. Az van. Ez döbbenetes. Krisztián, elmondom, hogy mi van. Egyrészt szerintem az a 20 csepp az úgy vonatkozik, ahogy én gondolom. A másik, ha mégsem... Szerintem meg nem. És ez egy probléma. De ez a jó, hogy majd mindjárt ráfűzök, hogy mi az, hogy szerinted meg szerintem. Szerintem így van. A másik, amit te mondtál, hogy ha csak 20 csepp, akkor be fogunk törni, Krisztián, a piacra. Mégpedig... Na mivel? A likvid üveg tartó csepegtető készülékkel, ami az egyik tankodat töltöd, azt úgy, hogy berakod, a másikat addig használod. Ez semmi más nem lesz, csak egy konzol. Egyébként a nagy rákfenéje valóban az egésznek az, hogy, de innen is látszik, hogy olyan ember, aki már látott olyan embert, aki használt ilyet, közelében sem volt ennek a szabályozásnak az előgondolkozásában, hogy stílszerűen fogalmazzak, mert hisz azok, amik most is köztünk vannak, a félreértések, hogy most szerinted, hogy szerintem, hogy, Ez abból adódik, hogy inkompetens emberek hoztak meg szerintük egyértelmű szabályozásokat, amit egy, hát nevezzük magunkat szakmabelinek, és a szakmabelit értsük az alatt, hogy aki használja, és tudja, hogy mit, hogy kell használni, annál fölmerül egy csomó olyan kérdés, ami egyébként bennük nem. És ő, szerintük ez egyértelmű, szerintünk már is itt van rögtön a legelső pont, hogy jó, hogy 20 fokon meg légköri nyomás, ez tökre tudományos, meg hogy 20 csepp, csak hogy az maximum annyi. Összepréselhetem-e? Vagy nem, vagy igen, de szerintem én a csepegésmentesség miatt mondták ezt a 20 cseppet percenként, mert ha nem, akkor a Gehenna tüzén égjenek el, és kívánom, hogy a koporsójukra a földet is 20 lapát per óra sebességgel dobják. Igen, ez a legfőbb és a legnagyobb baja, és még ha csak ez lenne az egyik ilyen kérdés, felvetés, probléma, amit máshogy értelmezünk, mert hány estét, éjszakát átbeszéltünk, hogy szerintem ez így van, nem, én ezt máshogy látom, és aztán jött Fifika, vagy jött Dovi, vagy jött a Blackie, és volt olyan kérdés, amiben 3, 2, 4, 1, 2, 3, de valami különbség és értelmezési anomália mindenképp adódott. Na, ez lesz abból tisztelt törvényhozás, hogyha olyan emberek próbálnak helyettünk okosak lenni, akiknek lövésük nincs a dolgokról. Igen, ezért roppant szerencsés, hogy ugye sem a TPD előkészítése, sem a honosítások előkészítése során egyetlen egy olyan embert vagy szervezetet nem kérdeztek, vagy hallgattak meg, nehogy megkérdezzenek, de amikor üvöltött, hogy szeretnénk szólni, hogy nehogy baj legyen, akkor se hallgatnak meg, mert ők ezt jobban tudják. Emberek, akik életükben nem használtak ilyen készüléket, nem találkoztak emberrel, aki használt volna, leülnek, összedugják a fejüket, és megpróbálják kitalálni, hogy ez majd hogyan lesz jó mindenkinek. De egészen elképesztő. Hát, én inkább a szomorút mondtam volna. Szomorú, igen. Szomorú, és utána erre ugye Clive Bates annak idején beadott az EU-s ombudsmannak egy panaszt, hogy szerinte minden létező, észszerű jogalkotási szabályt megszegett az Európai Bizottság a TPD-vel kapcsolatban, és azt mondta erre vissza Emily O'Reilly, hogy hát ő ezt nem tudja elfogadni, mert ő rendben lévőnek találja a procedúrát. Ezt? Hát könyörgöm, hogy. Na mindegy. De ilyenektől tarkított a TPD teljes története egyébként. Brutális. A másik, ami még eszembe jutott, a másik óriási probléma a TPD-vel kapcsolatban, hogy ugyanazt a kérdést, ugyanazt a feltevést, képzeletbeli problémát próbálja megoldani, 8 irányból megközelítve. És ennek az a vége, hogy olyan szinten túlszabályoz mindent, hogy teljesen használhatatlaná teszi az egészet. Bocsánat, elmondom, hogy mire gondolok. Ja, akkor mondjad aztán én is. Mondjad, Charlie. Mert eszembe jutott, hogy hányszor volt arról szó, hogy ízesítetlen, nem, mégis ízesített, csak nem lesz mentol. A mentol sem, de most már megint ízesítés nélkül. Tehát, minthogyha így totyognánk jobb lábunkról, a bal lábunkra, hogy igen, de nem, most mégis, de mégse, meg az legyen, de most az mégse legyen. A faszom az egész, tiltsunk inkább mindent. És most megint ott tartunk, ízesítés nélkül. Igen, ez itt megint felütötte a fejét ez az elmebetegség. De most én esküszöm, előveszem az alaplevemet, és szerintem elszívok egy fél decit így. Csak úgy feelingből, hogy milyen lesz. Majd. Annak, aki esetleg venni akar, hogy... Ott mi lesz a variáció, Krisztián? 70-30... Nem, inkább adjál 50-50-es, mert az sokkal durvább. Igen, én azt bírom. Nem, És akkor figyelj, visszafűzök a 20 csepp per percre, 9 milli hosszú a csőre, és akkor a csőr belső átmérője fog változni mondjuk egy 50-50-es levesnél, vagy egy 80-20-as PG-nél, ami már majdnem úgy folyik, mint a víz. Na, akkor majd ezekre lesz a ízbajnok töltőcsőr, füstbajnok töltőcsőr, meg ilyenek? Nem, hát teljesen agygörcsöt kapok, ha belepróbálok gondolni. Olyan szinten nyokat tekerted, értelmetlen az egész, hogy ez elképesztő. Az jutott eszembe, hogy az elektromos cigarettát szabályozni kell. Szerintem te szakmabelinek neveztél minket, én gyakorlati tapasztalattal rendelkező embernek apostrofálnám magunkat. Jó, azért mondtam utána azt a kis kiegészítést, hogy a szakmabeli azt jelenti számomra, hogy aktívan használja, és egy picit... Jó, nem belekötni szerettem volna, csak árnyalni, vagy egy ilyen egyéb értelmezést is adni neki. Hogyha egy pofasör vagy egy bambi mellé leülnénk, szerintem kapásból tudnánk 3-4 olyan dolgot mondani, ami valóban szabályozásra szorul az elektromos cigaretta forgalmazása és használata terén. Ilyen lenne például a megfelelő tanúsítványokkal rendelkező alapanyagok használata, a tiszta szoba használata, azt mondja, hogy megfelelő, hogy hívják ezt, kermi? Létezik még kermi? Hát, tehát lehet, csak megfelelő minőségű akkumulátortöltők és akkumulátorok forgalmazása csak. Tehát így alapvetően, amivel probléma lehet, tehát az elektromos cigarettával egy probléma lehet, hogyha nem megfelelő minőségű az utántöltő, vagy az eszköz. Nagyjából ezt a kettőt tudom mondani. Itt tényleg szabályozásra szorul a dolog, hogy Kovács Hubai Edomér az édesapja a garázsába ne kezdjen el a napközi után zseppénzkiegészítésképpen e-likvidet kotyvasztani, és aztán azt a Facebookon árulni, mert ebből semmi jó nem fog származni. Ne áruljanak már az aluljáróban e-health-et, teljesen meghatározhatatlan minőségű akkumulátorokat, amik csak arra várnak, hogy elpukkanhassanak végre valahára szar utántöltők. Tehát ezek azok a területek az elektromos cigaretta kérdésében szerintem, amik valójában szabályozásra szorulnak. Na most sem a TPD, sem a TPD honosításai ezekkel a kérdésekkel egyáltalán nem foglalkoznak. Foglalkoznak helyette olyan kérdésekkel, amik egyáltalán nem problémák. A TPD esetében például látszik, hogy az egész szabályozás kiindulási alapja az a tévhit volt, hogy a nikotin az nagyjából a plutónium után a második legveszélyesebb anyag, ami forgalomba kerülhet, emberek kezébe kerülhet, egy cseppje falukat pusztít. És dönt gazdaságokat romba. És igen, megrontja lányainkat. A kutya tudja még mit nem csinál. Ez volt a kiindulási alap. Lányom, fuss be, bújj a parkett alá, jön a nikotinos ember. Jön a nikotinszörny. De az egész TPD messziről látszik, hogy a kiindulási alap az ez az elképesztő, borzasztó, buta, tudatlan tévhit volt, hogy a nikotin készre keverve elképesztően veszélyes dolog. Ez adja azt, hogy 10 ml-ben határozzák meg az utántöltők maximum méretét, mert a nikotin annyira veszélyes, hogy 10 ml-nél nagyobb kiszerelésben senkinek ne lehesse. Miután ezt így már rövidre ott kezdődik, hogy a legnagyobb kapható erősség 20 mg per milliliter legyen. Tehát meghatároznak egy biztonságos felső, biztonságosnak hit, szerintük biztonságos hit, visszahallom magamat és belezavar a beszédbe. Szerintük biztonságosnak. Szóval meghatároznak, Igen, meghatároznak egy szerintük biztonságosnak vélt felső határt a nikotinerősség tekintetében. Azt gondolná az ember, hogy akkor ezzel megoldódott a kérdés, de nem. Mert még ezek szerint még így is túl veszélyes a nikotinos folyadék. Dacára annak, hogy az aktuális termék, vagy mérgezőségi szabályok, vagy mi az Istenek szerint, CLP-4-es, ugye, ha jól emlékszem, a 20 mg per milliliteres készre kevert utántöltő folyadék a folyékony szappan veszélyeségi besorolásával egyenérték. Látsz-e valahol embereket lobbizni, hogy a folyékony szappan maximum 10 ml-es kiszerelésben lehessen megvásárolni? Képzeld, hát minden nap menni tusolás előtt a szappanjegyeddel, vagy a tusfürdőjegyeddel. Ja, egészen elmész egy DM-be, vagy elmész egy Azurba, vagy nem tudom hova, ahol ilyen háztartási szereket veszel, és aztán a banyatankkal vonszolod magad után az 50 kiló, 10 milliliteres darabonkénti folyékony szappanokat. Vagy hogy? Egy picit visszautalnék arra, mert annyira nem TPD, aztán mégis, hogy megemlítették a héten, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelten fog mindenféle jófogás, meg mit tudom is én milyen portál, Facebook zárt csoportokat ellenőrizni, és bizony, aki 600 000 per év bevétel felett fog értékesíteni mindenféle termékeket, legyen az kazán, legyen az zugkevert likvid, azt bizony elő fogják venni, és bírságot fog kapni, mert hiszen 600 000 forint fölött a 200 000 fölötti részre 15% adót kell fizetni. Mivel az már nem magán kereskedés, hogy eladom a megunt szobabútoromat, hiszen ha én 600 000 forint értékben csak darabját 5000-ért árulom a kazánnak, akkor lehet, hogy a 40. után már feltűnik valakinek, hogy hát ez bizony nem a saját készleteitől akar megszabadulni, tehát azért gondoljátok végig mindig, hogyha fölteszitek egy fórumba, hogy nem csak ti vagytok ott. Ahol már két ember van, az már nem titkos csoport. Minden poszt mögött ott lappankat egy Vidai Ildikó. Vagy egy NAV-revizor. Ezek így. Folytatnám a gondolatmenetemet egyébként. De hát annyira baromi veszélyes a nikotin, hogy be kell szabályozni, hogy olyan veszélyes lehessen csak, mint a folyékony szappan. Ha már csak olyan veszélyes, mint a folyékony szappan, akkor gyorsan be kell szabályozni, hogy maximum 10 ml-es kiszerelésben lehessen kapni. De még így 10 ml-es kiszerelésben is annyira elképesztően veszélyes egy utántöltő, hogy meg kell határozni, hogy a tankod maximum 2 ml-es lehessen. Nehogy a zsebedbe 2 ml-nél több legyen, ebből a brutálisan veszélyes folyékony szappannal, egyenértékű folyadékkal. És akkor még ez sem elég, mert még ettől is álmatlanul forgolódnak éjszakánként, akkor jön a szabályozás, hogy utántöltés közben percenként csak 20 cseppet engedjen. Nem, az úgy van, hogy Ildikó fetreng az ágyában, tudod, és aztán így izzadságtól csatakosan fölugrik, mellette a férj egy, Ildikó, mi baj van? Jaj, Pista, ne is mondd. Azt álmodtam, hogy valakinél egy 3 millis tank volt, és kifolyt a zsebébe a nikotinos likvid. Hú, feküdj vissza nyugodtan, csak egy rémálom volt. Na, hát... életszerű lesz, most röhögünk rajta. Egyébként kérdezték a csoportban, hogy akkor most ezt tisztázzuk, hogy magyar, EU-s viszonylatban készre szerelt, cserélhető kazános, illetve felújítható kazánoknak mi a maximális kapacitása, mert valaki 2 millit mond az előre töltött készülékekre, valaki szerint a cserélhető kazános és felújíthatósokra is 2 milliliter. Én jó magam azt látom benne, hogy ez pont ugyanaz TPD vonatkozásában, mint hogy amit az előbb mondtunk, hogy nem írtuk eléggé körbe, mert hisz lövésünk sincs róla, és most a TPD nevében beszélek, hogy ez mi van, vagy hogy van, hanem úgy ráhúzzuk egy kaptafára mindet, aztán az úgy van. De közben igen, ilyen színes a paletta. Szóval most akkor 2 milli, nem 2 milli, mindenre 2 milli, nem mindenre 2 milli. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, alapvetően a TPD és az e-cigaretta szabályozással kapcsolatban én mindig a legrosszabbat, illetve a legostobábbat feltételezem. Ha a 2 milliliteres korlátozás kizárólag a zárt rendszerű készülékekre vonatkozna, az azt jelentené, hogy a nem zárt rendszerű készülékeket nem szabályozták. Ezt pedig én, bár baromi szép és jó lenne, én nem merek bízni benne, hogy erről lenne szó, úgyhogy én a rosszabbikként értelmezem, de hát tényleg, ahogy mondod, ez is olyan dolog, hogy ahány ember annyiféleképpen értelmezheti, és szándéka szerint ez egy egységes szabályozás kíván lenni, ami egyértelmű helyzetet és keretet teremt az elektromos cigarettának az Európai Unión belül. Szerinted sikerült? Nem. Már megint nem. Itt, hogy jöttek be és végig hülyeséget beszéltek. Na, szóval a kérdésre reagálva induljunk ki abból, hogy az ő balfasságuk mindenre vonatkozik, aztán a végén majd maximum örülünk, de hogy ne legyen csalódás belőle, igen, mindenre 2 millilitert szándékoznak vonatkoztatni. És akkor ez tényleg még csak az űrméret volt, amiről beszéltünk, meg a cseppenés biztosság, meg a töltés, de mi lesz a hazai szabályozással, tehát az is egy katasztrófa, ahogy kinéz a dolog, meg a nikotén szabályozás, meg a jövedéki adó szabályozás, vagy tervezet. Úgyhogy rengeteg nyitott kérdés van, amit szerintem szándékosan nem zártak be, mert ne legyen senkinek kétsége, mindenki figyel mindenkire, ugyanúgy, ahogy mi figyelünk a törvényhozásra, a törvényhozás is monitorozza szerintem a felmerült kétségeket. És ugyanúgy, ahogy ugye volt ez a libikókázás, hogy ízesített, nem ízesített, ugyanez meg lesz az összes többi kérdésnél is. Éppen ahol ellenállást látnak, azt fogják előrevenni, és majd azt mondják, hogy nem, mi azt úgy gondoltuk, hogy. Igen. Ettől tartok én is. Baromi érdekes néhány év elé nézünk, hogy gyakorlatban ez hogyan fog kinézni, és hogyan lehet visszaforgatni. És távol álljon tőlem, nem politizálni szeretnék, de hogy baromi érdekes az, hogy mondjuk olyan országokban, ahol működik még a demokrácia, mint például példa szerint Anglia, Franciaország, az Egyesült Államok, hogy tud egy ilyen párbeszéddé alakulni a szabályozás, ahol hogy nem, de a végén hallathatja a hangját mindenki, akinek közelről és távolról köze van a kérdéshez, és nem az van, mint ami itt nálunk történt, hogy így iszonyat brutálisan elfojtanak minden egyéb hangot, mint hogyha nem is léteznénk, és aztán keresztül tolják az iszonyatosan ostoba, maradi, buta elképzeléseiket egészen addig, amíg egy élő jogszabály nem lesz belőle. Úgyhogy sajnos én úgy látom, hogy olyan időket élünk pont most, pont rossz az együttállás. Ez az együttállás nagyon rosszul jött ki, hogy éppen a demokrácia is ilyen náthásan fekszik az ágyában, és felépülni próbál. Ez nem nagyon könnyíti meg a mi dolgunkat, hogy egy észszerű szabályozást sikerüljön tető alá hozni. Hát nem. Azon gondolkoztam egyébként ezzel az egész TPD-vel kapcsolatban, ez a túlbiztosítása mindennek, egy kicsit olyan, minthogyha próbálnának valami szabályozást hozni arra, ez most népszerű téma az utóbbi időben, ugye, hogy a kország... Nem tudok beszélni, hogyha hallom a saját hangomat tényleg. Tehát, hogy a kórházakban mekkora probléma a mindenféle rezisztens baktériumok terjedése, és mennyiféle megbetegedést, problémát, akár halálesetet is okoznak. Ez nyilvánvalóan ez egy olyan probléma, amit meg kéne oldani. Na most, ha ezt TPD mintára próbálnák megoldani, akkor a következőképpen néznek ki szerintem. Jóval nagyobb higiéniára van szükség a kórházakban, úgyhogy minden nap kötelező lesz nagy nyomású gőzborotfával áttolni az összes szintet. Igen ám, de ez még mindig nem elég, mert rájönnek, hogy a fő probléma az az, hogy ezek a baktériumok nem terjednek, hogyha nincsenek emberek a kórházakban. Úgyhogy limitálják maximum 2 főre, aki egyszerre benn lehet egy kórházban, és esetleg még mellé dobnak egy olyat is, hogy még az egészet ilyen hadsereg kordonnal körbevont karantént csináljanak minden kórház köré, és esetleg aki kibejár, azt még le is lövik, biztos, ami biztos. És akkor jó, sikerült megszabályozni, tök problémát nem fog okozni a jövőben. Az, hogy kórházak sem lesznek, az már részletkérdés. Szóval lehet valamit rendkívül bután, maradi, ostoba és idióta módon szabályozni. Az elektromos cigarettát így sikerült. Illetve hát így próbálják, na. A remény hal meg utoljára. Hát, igen, nem úgy gondoltam, hogy ez most így marad örök életre, hanem úgy értettem, hogy a jelenlegi helyzet. Itt tartunk momentán. Igen. Jó, Krisztián, szerintem akkor a TPD-t megtárgyaltuk. Én még hozzáfűznék egy-két dolgot. Na mondjad. Amitől kerek lesz. Hát ugye nyilvánvalóan ezer sebből vérzik a TPD, úgyhogy ez támadható. Hát sajnos, mivel minket, és azt akkor most királyi többesben így az elektromos cigaretta használókat, vagy a témához valamelyest egy kicsit is konyító népekre gondolok, nem hallgattak meg minket egyáltalán, ezért néz ki úgy, ahogy kinéz. Rengeteg támadási felület van rajta, ugye már szóltunk a Totally Wickednek az Európai Bíróság előtt lévő ügyéről, ami kompletten támadja az egész TPD-t. Ja, az előbb azt felejtettem el hozzátenni, hogy mivel nem hallgattak meg minket, ezért mi most kullogunk alapvetően a szabályozás után, és tüzet próbálunk oltani, és utólag menteni a menthetőt, csak hát sajnos menet közben a bürokratikus gépezet már beindult. Úgyhogy egyrészt itt a Totally Wicked, aki támadja, másrészt ez a percenként hússebb utántöltő mizéria és egyéb őrület, ez is olyan, hogy irgalmatlan mértékű támadási felületet nyújt, tehát lehet támadni. Én biztos vagyok benne, hogy ezt is több fórumon meg fogják támadni, hogy ez így értelmetlen. Ott van ugye a brit hozzáállás, ahol már itt az elmúlt hetekben hallani lehetett azt is, hogy lépjünk ki az unióból zászlajára tűzre, lépjünk ki az unióból mozgalom a zászlajára tűzte már az e-cigi szabályozást is, hogy ha ez lesz az EU-ban, akkor köszönjük, nem kérünk belőle, sem a szabályozásból, sem az EU-ból. Itt vannak a franciák, jönnek át a hírek az Egyesült Államokból is, úgyhogy azért nem, még hogyha le is vagyunk maradva, és nagyon-nagyon szarul néznek ki jelenleg a dolgok, nem vagyunk egyedül. Úgyhogy itt még a jog útján rengeteg kísérlet, próbálkozás és mód lesz, hogy valahogy megakasszuk, vagy visszafordítsuk ezt a történetet. Jó magam, még abban bízom, hogyha már nálunk ilyen elcseszett a törvényhozás, illetve az, hogy mennyire szarnak a fejünkre, Nálunk értelmesebb nemzeteknél nem így lesz, és aztán a nyomás nem bentről, hanem kintről fog érkezni. Vagy majd azt veszik észre, hogy nem csak nővérhiány van, nem csak orvoshiány van, hanem emberhiány is van, bazd meg, mert mindenki elmegy a picsába oda, ahol neki jobb. És valljuk be, hogy ugyanúgy, ahogy az én fejemben, a te fejedben is megfordult már az utóbbi x évben, hogy nem kéne nekem itt küzdeni, ha máshol jobban tudnék boldogulni. Hát nem egyszer, bizony. Úgyhogy lehet, hogy ilyen nemzetközi podcast leszünk a végén, hogy az egyikünk Angliában, a másikunk Írországban, a harmadikunk a Romániában, és majd onnan beszélünk össze GMT-ken keresztül. Az kemény lenne. De persze nem kizárt, hogy egyre inkább igen reális alternatívának látom. Jó, Krisztián, ha nincs más, akkor nem tudom, hogy menjünk-e rá az utolsó könnyed blokkunkra, sorozat, videó, kultúra, vagy azt hagyjuk ki mára? Hát figyelj, 1 óránál járunk, ha gondolod, beszélgethetünk, bár én le vagyok maradva egy cseppet. Akkor kérdések nincsenek? Kérdéseket nem tettem fel, ugye pont azért, mert tematikus adás vagyunk. Ja, valóban. Annyit tennék akkor előjáróban a sorozathoz, hogy a Q-ból előhúztam 2, a Daredevilt és a Fekete Vitorlákat. Ho-ho-ho, remek választás mindkettő. Egyelőre a Fekete Vitorlák vezet nálam most 2 epizóddal, úgyhogy azt kezdett inkább beszippantani. A Daredevilnél még csak az első részen ettem túl magam, S01-01-en, úgyhogy ott még alakulhat. Én nem biztos, hogy nekem jobban bejön az a, tudod, ez a részegen átívelő cselekmény, mint ez a 1 epizód, 1 megoldott eset, az nekem kicsit kaptafa. Van ív a Daredevilben is egyébként. Jó, csak hát meglátjuk, várni, mert igen, ezt akartam, hogy meglátjuk, mert egy rész az még nem adott semmire okot, hogy elkaszáljam a sorozatot. Nem volt igen, rossz hát egyébként. Ez az első epizód, kb. Csak fölhelyezik a bábukat a táblára, igen. És ennyi. Úgyhogy jó volt. A Fekete Vitorlák, hát az meg kurva jó szerintem a szereplőgárda. Bár nagyon. Nekem kicsit soka... Miért fekete szakál? Most már értem. Nem akartam elhinni, hogy ez mi a faszom, ez valami kabaré, vagy mi van itt, gyerekek? De jó pofa, érdekes ilyet is látni. Igen, az, hogy elő tudják adni, hogy kvázi a kor kalóz celebjei idétlenkednek. És most épp ott vagyok, hogy a száraz dokban van a hajó, ami gyakorlatilag kihúzták a partra, és ott pucolják az alját. Érdekes, jól néz ki, kosztümös, tetszik. Úgyhogy lehet, hogy... Na, ott aztán kapsz évadon keresztül ívelő sztorit. Igen, kurva jó. Szerintem nagyon jó lesz. Úgyhogy ez a 2 volt, amit most én itt még behúztam a sorozatok közé. Aztán van még egy pár, aminek utána olvastam, de most meg nem tudnám neked mondani, hogy mik azok, mert tényleg szanaszét volt a fejem az utóbbi pár napban. Szó szerint és képletesen is. OFC. Na jó van akkor. Nálad? Mire gondolsz nálam? Sorozat? Mit nézek én, várjál? Nem tudom. Kvantikót nézzünk, az egy viszonylag új sorozat. Egy enyhén picikét bugyutácska, de abból a szempontból nem egy óriási, brutálisan jó sorozat, viszont az írók nem tudom, hogy mit szednek, de negyed óránként megváltozik az egész kép, amit a szereplőkről gondolsz, csak így kapkodod a fejedet, hogy most akkor kivel van, miért van ez most, az tényleg az, és hogy folyamatosan csavarnak egyet a sztorin, és így érdekes nézni, hogy ebből mit hoznak ki a végén. Jó, hát azt akkor, ha ennyire bugyuta, akkor még nem rakom be. Majd még előtte emésztem kicsit. Az ilyen szódával elmegy kategória tényleg, hogy, hogyha más nincsen. Nincs egy kategóriában egy Black Sails-szel mondjuk. Oksa Krisztián, akkor... Ja, meg hogy hívják? Persze, Blacklist, ugye most folytatódott. Bazd meg! Hát nem térek magamhoz azóta se. Ugye? Hát ez... Hogy itt most mi lesz? Figyelj, Krisztián, vázolom a helyzetet. A Reddington az valami kurva kibaszott nagy volt az utolsó 10 percben. Annál nagyobb szerepet én most nem nagyon láttam még, amit ott ő összeomlás címen művelt. Jaja. Amikor beszáll a Mercibe, és tudod, hogy megrodjan a térde, igen. Basz meg. És Krisztián, én nem akarom elhinni. Hidd, nem. A címéből nem akartam, tehát én azt hittem, hogy megölik a négert, jó van, kalapkabát. Az pont nem ez történik. Ja, spoiler alert. Pont nem ez történik. Fú, bazd meg. Nem tudom. Tényleg nem is értem, hogy tudnak meglépni egy ilyet, egy ilyen cool szereplővel, és hogy innen hogyan tovább. Krisztián, hidd el, nem halt meg. Nem halhatott meg. Tehát ez is megfordult a fejemben, hogy csak megjátszották, de hát akkor meg a Reddington nem lenne ennyire összeesve. Vagy nem tud róla a Reddington. Nem tudom. Baromi kíváncsi vagyok, hogy ebből mit kanyarítanak ki a végén. Nem tud. Amit látok, hogy ugye most behozták ezt az ismeretlen vonalat, aki a négert megmentette, és hogy most majd legalábbis, amit néztem a gyártónak a Facebook oldalán, és ott ez volt, hogy... Afroamerikait egyébként. Igen. Hogy RIP, és ott volt a csaj, most meg nem mondom a nevét neked. Igazából nem is afroamerikai, mert hogy ő afrikai. Igen. Tehát néger. Na, nem is, fiatal ember. Igen, nem is az a lényeg, hanem hogy most erre a vonalra fognak rámenni, de nem tudom, hogy oldják meg, hogy Reddingtonnak eddig ő volt a kapcsolattartója, és most akkor átmegyünk egy ilyen revenge háborúba, hogy hú, na derítsük ki, hogy ki miatt volt ez az egész. Az egy picit szerintem laposítana rajta. Ugyanakkor meg az is, hogyha ilyen meseszerűen előjönne, hogy mégse haltam meg. Nem tudom, de én csak kapkodtam a fejemet. Tényleg mondom én, és kb. Nem térek magamhoz, hogy ezt így meg hogyan. Egyébként... Én nem féltem az írókat, mert hogy eddig baromi ügyesek voltak. Szerintem annál igényesebbek, mint hogy valami gagyi nyuszit húzzanak elő a kalapból megoldást címszóval. De egyébként tökös meglátjuk. Volt. Hát igen. Gondolj bele, hogy az előző részben még az esküvő templomba voltak, esküvő, aztán kocsival elrobogás. Ja igen, ezt akarják majd kideríteni, hogy ki az a faszi, tudod, aki irányította őket a háttérből, hogy most kanyarodj jobbra, most kanyarodj balra, 3 rendőr jön, meg figyeli a csatornákat, hogy ki mit forgalmaz, tehát hogy az arra mennek rá szerintem most, csak nem tudom, hogy most a csaj nélkül, vagy mi van, vagy... De meredek volt, na. Hát, kemény. És még mindig, szép nyerni. Még mindig nem derült ki, hogy most a lánya vagy sem, de hát tudjuk, hogy a lánya, de mégis. Vagy nem. Trógerek ezek. Rohadékok. Jaj, írni kéne a csajnak egy levelet, és senkinek nem mondjuk el, csak itt a podcastben, csak áruld már el, hogy most meghaltál, vagy nem haltál meg. Szerintem tuti valami szerződés köté ez ügyben, hogy nem árulhat. Ugyanúgy, mint a Sixék, mikor kim voltak a Walking Dead forgatásán, és hogy amíg el nem kezdődik az évad, meg az adott rész, addig igazából nem is beszélhetnek róla, hogy mit láttak. Hát beszélhetnek, csak súlyos 100 000-eket lekaszálnak róluk. Olyan. Na jó van, Krisztián, TPD letudva. TPD kipipálva, remélem nem lett túl száraz. Mondták, hogy kicsit laposabbak a mostani adások, de hát fiúk, hogy mondjam, szarból nem tudunk várat építeni. Ezen túl kell essünk, hogy az, aki nem volt képben, az ne tegye föl minden topikban ugyanazt a kérdést, hogy most akkor mi van. És ugye letudtuk a modokat, a likvideket, most a TPD-t, a jövő héten beszélünk a kérdésekről, válaszokról, amik felmerültek, és ugye a függőben levő beadványok, amiket vagy választ várunk, vagy válasz érkezett, vagy reakció sem, és lejárt az idő, és akkor ezeket számba vesszük, hogy ki mit mulasztott el, és mi beszart bele telibe. Úgyhogy jövő hétre kiderül az is, hogy mivel megyünk bíróságra, és mivel nem. Igen, igen. Úgyhogy már csak az az egy tematikus adás van, és utána pedig nem tudom, májusban fölkészítjük magunkat a térre, és a május, nekem majd privátban elmondom neked most adás után, hogy milyen ötletem van május 21-ére, de ez tényleg majd csak adáson kívül ne lőjük le, mert elveszi az élét a dolognak, de készüljünk föl, és akkor ne tegyük le a beszélgetést, miután vége az adásnak, de köszönjünk el azért. Én örülök, hogy ha egy kicsit száraz is volt, de meghallgattátok ezt a 3-1 fős adást. Jövő héten remélem már Fifikával, egy kis élménybeszávolóval is, hogy mi volt a medvék földjén, kiegészülve jelentkezünk újra, addig pedig jó szórakozást, jó podcast hallgatást, sziasztok! Köszi, sziasztok!